Kedves nézőink, a műsor hátralévő részében könyvtárba megyünk, mégpedig az idén 70 éves II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtárba, amely idén városnapi kitüntetésben részesült. Az önkormányzat névódíjjal ismerte el az intézmény munkáját. Szépen berendezett polcok, katonás rendben sorakozó könyvek és síri csönd. Ez a nyugalom és a béke szigete. Felgyorsult világunkban talán soha nem volt ennyire fontos az a semmihez sem hasonlítható érzés, amit a könyvtárban eltöltött idő jelent. Miskolc belvárosában ez az épület már 50 éve várja a könyvbarátokat. Maga az intézmény pedig idén 70. születésnapját ünnepli. Ennek a szép jubileumnak is szólt az az elismerés, amit május 11-én Miskolc városnapján adtak át a színházban. Az önkormányzat a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtárnak névódíjat adományozott. Megkérem a könyvtár munkatársait, hogy álljanak fel, hogy köszönteni tudjuk őket. Én azt gondolom, hogy ezzel a névódíjjal egy olyan intézmény munkáját ismeri el az önkormányzat és a város, amely a megyében és Miskolcon is, Miskolc városában egy egyedülálló munkát végez és végzett az elmúlt évtizedekben. 1952 az első jelentős évszám, amikor 70 éve alapították nem csak ezt a megyei könyvtárat, hanem az összeset az országban, és május 28-án 50 éves. Ez az épület Dézsi János Ybl Miklós díjas építész tervei alapján készült, és 1972-ben került átadásra. A világ halad előre és fejlődik, de a könyvek szeretete nem egy múlandó dolog. Fontos kulturális örökséget őriznek ezek a falak, de nem csak a falak, hanem azok az emberek is, akik az elmúlt évtizedekben a könyvtárban és a könyvtárért dolgoztak. Vissza kell tekintenünk arra a 70 évre, és meg kell emlékeznünk azokról, akik részesei voltak ezeknek az évtizedeknek, akik megadták ennek a könyvtárnak a karakterét, elindították, és azt gondolom, hogy a megyei könyvtárok sorában az élmezőnybe emelték. Tehát itt könyvtárigazgatókról, vezetőkről és kollégákról beszélünk, nem csak a mostani kollégák és a mostani csapat kapta ezt a névódíjat, hanem ők is, és azt gondolom, hogy az a gesztus, hogy a régi kollégák, akik még köztünk vannak nyugdíjasként, visszajárnak hozzánk, tartjuk a kapcsolatot. Számukra ezt a névódíjat is elküldtük idézőjelbe, magát a kitüntetést, és megköszönjük az ő munkájukat, és a visszajelzések alapján az abszolút pozitív. Tehát, hogy az a munka, amit ők elvégeztek, az itt most valahol beérik. A könyvtár nem csak a béke és a nyugalom szigete, hanem egyéb missziói is vannak. Rendszeresek a különféle rendezvények is, amelyek természetesen mindig az olvasás szeretetét hirdetik. Ó, mennyire szeretlek még! Vannak nagy programjaink, amelyek minden évben megszervezésre kerülnek. Magyar Szép Róza Napja, Költészet Napja, az ünnepi könyvét, mint az egyik legnagyobb programunk, a múzeumok éjszakája, az aló csatlakozás és az országos könyvtári napok, vagy itt a központi épületben májusban mindig a városnapjához kapcsolódva a könyvtári majális. Ezekre már számítanak az olvasóink és várják őket, és vannak olyan programok, amelyek pedig egész évre elosztva minden hónapban kínálnak valamilyen együttlétet, valamilyen közös élményt. Legyen az egy kiállítás, egy olvasó találkozó, egy továbbképzés. Ezeknek mi nagyon szívesen helyet adunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kulturális alapellátás és a kulturális szintér egy meghatározó eleme a könyvtár, hiszen ilyen szempontból elég sokrétű.
központi épület mellett még 7 fiúkönyvtárral vagyunk jelen a városban, és a megyei ellátásban pedig 331 településsel van együttműködési megállapodásunk, amelynek egy része könyvtárbuszos szolgáltatás, és egy másik része pedig fizikai telephelyeken működő könyvtárakban jelenik meg. Az elmúlt évtizedekben természetesen sokat fejlődött a könyvtári állomány, és ahogy minden más, úgy a könyvtár is igyekszik haladni a korral. A könyvtárosok leleményességét a COVID-helyzet mutatta meg csak igazán. A könyvtárosok és az itt dolgozók nem csak könyvtárosok, hanem azok, akik részt vesznek akár a gazdasági dolgainkban, hogyan tudják úgy a rendszereket átütemezni és úgy formálni, hogy ez rugalmas legyen, és minden jogszabálynak megfelelve, de az első és legfontosabb szempont a használók érdeke érvényesüljön, azon túl, hogy mind a használók és mind a könyvtárosok és kollégáknak az egészségvédelme megmaradjon. És ez egy jó tanulási folyamat volt. Ezért gondolom azt, hogy a könyvtárosok és az itt dolgozó könyvtárban dolgozó munkatársaink nagyon alkalmazkodóképesek, empatikusak, és azt gondolom, hogy ezzel a nívódíjjal, amit a város a mostani kollégáknak is elismerve az elődök munkáját az elődöknek is átnyújtott, ezzel elismeri ezt a fajta munkát és ezt a fajta nyitott hozzáállásunkat.